Sziasztok, én Lord Gyilkos vagyok, és itt vagyunk egy újabb Frostpunkos része, ahol is egy új sztorit kezdek. Igen, ugyanúgy normálba fogjuk nyomni, mert vannak nehézségi szintek, bocsánat, nagyon nem bírok mostanában beszélni. Tudom, nagyon régen volt videó, és ezért bocsánatot is kérek, illetve egy magyarázatom is van ehhez. Most szerdán, csütörtökön, tegnap volt a Töriből kísérettségim, ami így 11. év végén van, el is nálunk, és csak Töriből, és erre kellett készülni, illetve ez így lefoglalt. Aztán volt időm csinálni, de hármas lett, az tök jó. Jó, hazudtam. Nem az, hogy nem volt időm, hanem volt alkalmam igazából. Hogy amennyi, amikor neki akartam állni videót felvenni, akkor vagy nem volt rá időm, vagy annyi időm volt, hogy azt, amit akartam, azt nem bírtam elkezdeni. Azt nem bírtam volna befejezni. Úgyhogy ez így elmaradt. Igazából kedden és szerdán délelőtt tanultam Törire, úgyhogy úgy lett hármas. 13 tétel volt. Ezt a legelső videóban bevágtam előre, hogy lássátok, mert hogy ezt itt most elkattintom. Mi miatt itt elkezdem? Annyit elmondok, hogy gyorsan fogok haladni, és lehet, hogy előre valamennyit, mert hogy ahogy így a játék mondja, olyan sebességgel nem lehet haladni, hanem gyorsabban kell szerintem. Tapasztalatból mondom. Elég régen játszottam, megnézzük, hogy hogy megy most. Ez egy olyan játék, ez egy ilyen kis dumálós game. Itt többet kell nekem beszélnem, mint játszanom. Hogy volt? Itt fa. Ja, igen. Fa. Én. Három házat a bírok kapni. Hogyha jó helyre építeném. Na. Akkor építsük el. Ilyen kettes lesz. Két ház. Ez a 80 emberemnek kell helyet csinálni. És megpróbál mindenki is benyomni a... Mi a nevét? A generátort. Mert hogy annál több szennünk fog összegyűlni. Így kell még egy, két, három, négy. Igen. Jó, most fát gyűjtünk ahhoz, hogy ilyen medical valamiket tudjunk lerakni. Mi ez? Medical posztokat. Sikeresen lebírjunk rakni, hogy az embereink ne legyenek annyira nagy bajban. Közben rájöttem azóta már, gondolom ti is tudjátok már bőven ide, hogyan kell plusz embereket szerezni. Ugye ki kell majd fejleszteni, és azt a hüléballont is azzal lehet majd elmenni expedícióra, és onnan lehet szerezni. Igen, ugye vége a munkaidőnek. Aj, tegérrel. Igen, persze bekapcsoljuk. Szuper. Felmehetünk hármasra, mert... Építeni medical posztokat. Rögtön kettőt szoktam építeni, mert hogy az úgy effektív, tehát van rá mindig fám, és éjjel meg is építik. El is nyomjuk emberrel. Ködjön. Minél előbb szeretném megépíteni a
Research House-t, workshopot. Amit meg is bírok igazából. Van így. Játok itt. 6-ot szednek ki óránként. Rövig jó. És akkor rögtön itt Explorationnél a beacont ki kell fejleszteni. Minél lehessen plusz emberünk. De vigyázni kell vele, hogy nem lehet mindig plusz embert szerezni, mert őket el is kell látni élelemmel. Hogy mondom, akkor ja. Good, close. A Hunter, igen, őket rakjuk ide szépen. Úgy. Ezek is épülgessenek, mert hogy ugye éhesek is lesznek ők egy idő után. Nem kell worker. Majd még iskolát sem akarok nekik létrehozni. Igen, ez egy. Ja, az izé. Ezek lelassítják. Minden tök jó. És... nincs emberem ugye hozzá. Most már lesz. Oké. Okay. Jó. Én. Majd reggel lesz. És ezért kell építeni, mert hogy ezekben az épületekben ember kell. És nincs ki dolgozzon, értitek? És muszáj ilyenkor őket így feláldozni. Jó, most már fel fog menni 200-ra. De az már volt. Ja igen, beacon meg lett. Gyorsan hozzáadunk új riszt. Gathering nagyon jó. Nagyon sokkal gyorsabban fog ülni a dolgunk. A beacont kéne építeni. Steel kell hozzá. Na. Mert most... igen. És viszont ennek már út is kell, amihez fa kell. Próbáljuk ezt többbe keríteni. Úgy. És akkor ezt az utat is meg kell építeniük, ugye? De legalább már elérhető lesz a ballon, hőlégballon. Ez a workshop is csak reggel 8 és este 6 között gyárt. Ja, és ahogy láthatjátok, megjelent egy új ikon, a Technology Tree. Egy gyors gombbal is elérhető, de nem annyira szoktam azt használni. Szénre nagyon nagy szükségünk van. Most azt látni velük. Beacon build, oké, és akkor ide vagyunk. Ugye ez most megint bugos. Szerintem a felvétel miatt. Mindjárt be kell közölteni és utána vissza. Legem a gyerekek. Így. Ez meg... 5 worker meg 40 fa kéne. Ő sincs. Ez nem működik, mert hogy elég kaja. Megcsináltak az egészet. Jó. Nem termelünk át. Nem itt. Ja. Inkor csak várunk igazából.
hogy elteljen az este, mert hogy ilyenkor nem tudunk nagyon semmit se csinálni. Át kell vészelni. Majd később a felfedezőket lehet éjjel is ugye irányítani. Jó, feljön mentő. Igen, igen. Mindig baj, hogy ők mindig... nekik mindig kéne valami plusz. Mindig reggel 7-kor megy le a hőmérséklet. És elindult a szépen is. Csánat. Ez is itt fa. Nagyon jó. Én ez a 40 fa. Mi így nem lesz meg. Ó. A legjobbkor. Elfogyott a szín. De el lehetett őket küldeni. Miért? Igen. Student house. Hogy miért mutatom, hogy ők itt 15-öt termelnek minden éjszaka. Ez ezzel a fejlesztéssel fel fog menni 20-ra, ami tök jó. De nem elég. Azt előre mondom, hogy ez nem elég. Bocsánat. Azt kéne kitanulni, hogy... itt van, hogy heatersöket lehessen alkalmazni. Ez azt jelenti, hogyha rányomsz erre az épületre, mondjuk ahol hideg van, akkor ott lesz egy olyan ikon, hogy plusz hőt adjanak neki, az egy kicsit több szenetelik ilyenkor a generátor, viszont ott melegebb lett. Egyel több szenet. De jó vagy, köszönöm. Rossz majd. Kit. Ez a kettő. Igen, ezt kéne kifejleszteni. Itt van egy olyan, hogy amputálva lesznek a 30%-a kb. Viszont később lesz olyan lehetőség, hogy amputációkat. Mi az? Amit az amputáció helyére raknak. Egy új kezet. Mindegy, olyanokat lehet majd gyártani. Úgyhogy szerintem én ezt megcsinálom. Valamit tegyünk. Igen. Ennyi ló, mert minden. Ilyet van időtartam, hogy mennyi időnként lehetne új lót hozni, törvényt. Nem szabad. Engineer. 5 workerom szabad. Még fám, szuper. Létre is hozzuk és elküldjük ide. 11 óra múlva érkeznek oda. Felpörgetünk. Akkor a 6. nap reggelén meg kicsit fel fog menni egy 10 fokkal a hőmérséklet. Vannak ezek a nyilak. Egy nyíl van, akkor minden nyíl 10 fokot jelent. Ha felfelé megyünk, akkor 10 fokot melegszik, hogyha lefelé, akkor 10 fokot csökk.
Mindjárt odaérnek. És... Új. Igen, waiting for. Vannak survivorok. Őket eszkortoljuk hozzánk, hogy biztonságba haza. Mert nem biztos, hogy ide ér mind, vagy ide érnek egyáltalán. Akkor velük lesz, lehet majd dolgoztatni. Őket lehet majd dolgoztatni. Miért itt is vannak? Igen, itt is vannak. Itt jöttek. Megjöttek. Akkor most nekik viszont kéne házat. Mi? Ez mi pont? Teamhubot is veszjük. Ennek adunk. Ha. Házakat még. Rakja. És illetve légköposztot most nem tudok építeni. Egy fánk. Például szóval én... Ide megyünk tovább. Le kéne érni hamar oda, ahova kell. Mert ott szerzünk majd egy gépet, ami segít majd nekünk. Termelni fog. Eljöttök. Adok törvényt mi. Leves teszünk. Igen. Két nyerskájából ötöt csinál. Meg négyet. Jól jön nagyon. Még úgy minden öt. Jó. Pillanatot. 12-en szabadok. Ebből 10 engineers. És... Ugye most egy kicsit támlegszik az idő, az vajon ilyenkor. Igen, a készség az csökken. 100 valahány kaják. Nem tudom, mennyit teszik egy ember. Igen, first amputation. Kerhúzt majd megcsináljuk. Lefogyottak. Inhább... Inhább ott ide... Ok. Voltam pörök. Úgy. És plusz munkahely. Várjatok, várjatok. Vettem én ezt. Elni fog. Következő nem a Silvercrest fogom megcsinálni, hanem fejleszteni fogom az egészet. Kettő bőven elég ide. Hát holnap nyert odaér. Jó, a Find Other Settlement az nem később lesz. És megyünk is tovább. Bridgehez, jó. Bridge-nél lesz az a... adás dolog, ami kell nekünk. Terhouse. Épít. At. Hogy ez kell. Ugye megvan...
Hogyha egy ígéretet teszünk, akkor azt muszáj betartani, különben a hope, a remény az csökkenni fog nagy esélybe, nagy mértékben, illetve a discount az nőni fog. És... Igen, hogyha kevés van benne, akkor azt kírja már. Értek. Akkor... nem tud a city. Vagy fémet szerzünk belőle, és itt kort, vagy visszaküldjük a városba, és ha visszaküldjük a városba, sokkal jobb, mert ez a robot éjjel is dolgozik. Mi nagyon jól jön nekünk ilyenkor. Többieket meg tovább küldjük. Nézzük csak. Az hát. Az. Nem tudod ki. A fát. Ötöt. Három is dolgok. És ilyenkor, amikor a research tree-be vagyok, technology tree-be, akkor nem történik semmi komoly, nem telik kint az idő. Ezt kifejeztem a kettes szintjét, mert az nagyon jól jön. Ugye itt vannak a plusz dolgok. A generator power, generator range. Melegebbet csinál, nagyobb területen. Nem túlzottan egy területen, de igen. More scout van, hogyha itt kifejeztem. Ez például nagyon jön, mert hogy több tárhelyem van. Mi jól jön. Jó, oké. Okay. FPS droppom. De 30 FPS-be így is droppomat. Itt. És amikor nyom. Hogyha megállítod, akkor a gyors gombokkal el lehet indítani, úgyhogy az egyes meg nyomod a Q felett, illetve utána kétszer a hármast. Az egyes látvált erre, ugyanúgy. A hármassal meg feljebb bírod vinni. Igen, hármasra feljebb viszed, kettessel le. De csak ideig bírod levinni. Egyesen rögtön odaugrik, és nem tudom, mivel állítom meg. Jó. Mindjárt ott vannak. Így, hát. Akkor jó, oda már gyertek hozzátok az a research-et. Jó, örülök ki. Betúr. Fejlesztem, hogy most nagy mennyiségű szenet fogunk hirtelen előtt tárni, hogy arra megyek rá nagyon. És az olyan. Persze, ugye a szó.
Zsirigfán. És most ők hoztak fát, amivel rögtön is építeni kéne egy szó miatt, mert hogy a fánk nagy. Hogy mértékben de fogok építeni, talán itt fedi le a területet, hogy szóval így. Amihez kell egy is. De oda viszi. Jó. Emeltek, ez az, ami kellett most. Hogy ide kellenek emberek, amik vannak. Ezt meg tudok elküldeni. Jó. Igen. Igen. Robot mindjárt ide ér. Igen, 5-kor kell nekük. Más, megjött a robot. Gyors mozgása. Ilyen robot. Ezt bekapcsoljuk a stációra. Kevesebbet csinál óránként, viszont ő éjjel is dolgozik, és utána számoltam. Sokkal többet termel, mint hogyha nappal dolgoznának az emberek. A következő nappal viszont csak 40-re a... Tehát ami... Körkörösszük. Termelik is itt. Körülne. 6,4 óránként, az teljesen jó. Coal mining. Ez kell most. Ez majd kelleni fog egy izé is, de... Kor, de nem baj. Mivel termel 16,8 óránként, ez 6-ot el. A research depotokat is kéne majd építeni. Hát én még sose építem. Viszont gyerekek, itt vagyunk ezen a szép csodás téli filmem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi lett volna ez a rész. És tehát csak ennyire volt időm. Következő videóban remélem találkozunk. Megpróbálom innen folytatni. Hát itt el. Szép game. Remélhetőleg ezt innen bebírom tenni. Igen, itt is van. Mi? Ott van, mikor... Igen. Lehet, hogy éjfél múlt perccel. Lehet, hogy már 7. Mindegy. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ennyi lett volna ez a videó. Tetszett. Azt lájkoljátok. Látom, hogy... Én nem ígyem. Nekem tetszik a játék, csak nehéz. Illetve ajánlom nektek is. Egy amputáltunk. Két palliatív kerünk. 19 gyerek. Mindegy. Következő videóban találkozunk. Addig is. Sziasztok!